Már a nyári kánikula sem olyan, mint régen. Hamarabb érkezik, egyre forróbb és egyre hosszabb, mondják a tudósok, akik szerint az idei a leghűvösebb nyarunk. Ennél már csak melegebbre számíthatunk. És hát ez nem csak az emberekre, állatokra, de a termesztett és a kerti növényeinkre is igen komoly hatással van. Kisszel Péter, az ELTE Fűvészkert főkertésze van itt velem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt hiszem, hogy mára mindenkinek egyértelmű, hogy a globális felmelegedés az nem csak a tudósoknak a homályos teóriája, ezt már tényleg szó szerint a bőrünkön érezzük. Hogyan hat ez a globális növénytermesztése először is? Ez ugye azért egy fontos kérdés, mert jó részt a mezőgazdaság táplálja a föld lakóit. Így van. Az a baj, hogy az, hogy fölmelegszik az idő, az nem vonza rögtön magával azt, hogy rögtön romlik a termés minősége. Itt az időjárásnak a hektikusságával van a fő probléma, hogy egyszer hónapokig nem esik az eső, utána pedig két hét alatt leesik a fél éves vagy egy éves mennyiség, és egyszerűen nem tudják a növények se kezelni ezt a hirtelen sok vizet, illetve akkora mennyiség esik le, hogy el is veri a termést hirtelen, úgyhogy ez nagyon súlyos károkat okoz. Tehát akkor alapvetően azzal is probléma van, hogy az a csapadék mennyiség, ami nagyon hiányzik, hiszen most is éppen az aszály kellős közepén vagyunk, az nem arányosan, nem igen, nem jó megfelelő az arányban eloszlása. Hullik le. Az nem elosztása. Megfelelő az eloszlása, igen. Tehát az a baj, hogy ugye ismerik a mondást, hogy májusi eső aranyat ér, ez főleg a gabona és a repce termesztésnél érdekes, mert amikor bokrosodik ugye májusban a növény, akkor volna szüksége a legtöbb csapadékra. Na most, ha ilyenkor nem esik az eső, akkor ő nem fog annyira bokrosodni, nem fog annyira nőni, inkább hirtelen gyorsan termésre fordul a szárazság stressz hatására, ezáltal lényegesen kevesebb termést fog érlelni, mint a két növény. És ezzel a kevesebb terméssel ugye maga a termesztés válik gazdaságtalanná. 4 tonna alatt nem nagyon éri meg búzát termelni Magyarországon, mert annyira sok a belefektetett energia, pénz a földekbe, hogy egyszerűen nem jön ki még csak nullszaldósra se szegény gazda. És idén egyelőre úgy tűnik, hogy olyan 3,5 tonnánál többet nem nagyon tudnak betakarítani. Pont idén, amikor nagyon jó lett volna a sok termés, mert fönn vannak az árak az egekbe, tehát kereshetett volna vele egy kicsit a magyar mezőgazdaság. Ráadásul ugye a terménymozgás, tehát az import-export is elég nehezen mozog a szomszédos ország konfliktusa miatt. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy alapvető problémát jelent az, hogy az időjárás, hát ez nem éppen kedvez a termesztett növényeknek, de mit jelent ez a számokban? Globálisan is visszaesik a növénytermesztés, a gabonáknak a termesztése? Hát igazából ugye ezt úgy lehetne kompenzálni, hogyha jóval nagyobb felületen termelnénk gabonát, mint eddig, hogy ki tudjuk kompenzálni a kiesett mennyiséget. De ettől még ez nem lesz gazdaságos, mert nem terem annyit a növény, és a nagyobb felületre nyilván több pénz a traktoros megfizetése, a gépbe az üzemanyag, a növényvédőszer, a műtrágya és minden egyéb. Tehát gyakorlatilag erre a megoldás az az lesz, hogyha sikerül találni olyan fajtákat, ami ezeket a szélsőséges időjárási körülményeket jól tolerálja, és nagy biztonsággal terem aszályos években is. Igen, erre voltam kíváncsi, hogy milyen lehetőségei vannak az embernek arra, hogy ezen változtasson. Ugye elsőre az jut eszembe, hogy akkor találjunk ki olyan génmódosított növényfajtákat, amelyik jól bírják ezeket a szélsőséges körülményeket, a szárazságot, azt, hogy sokáig nincs eső, aztán hirtelen túl sok. Van ilyenre esély? Ennek van lehetősége? Ugye eleve a génmódosított növények az Európai Unión belül nem igazán kedvelt téma. Tehát ez Amerikában ugye a génmódosított szójával ők nagyot tudnak keresni, de itt Európában ez annyira nem elfogadott még. Meglátjuk, hogy ugye a kényszer merre fogja vinni ezt az irányt.
Egyelőre én azt látom, hogy folynak kutatások például burgonyával kapcsolatban, hogy 10 fajtát megvizsgáltak, 10 fajtából kiderült, hogy 3 elég jól bírja ezeket a száraz éveket, és akkor nyilván ez a 3 fajta fog előtérbe kerülni, és az alföldi területeken, ugye, ahol most nem nagyon esett idén eső, mert a Dunántúl azért jobb helyzetben van idén is, mint az Alföld, ott ezeket a fajtákat fogják termeszteni. Tehát akkor inkább arról van szó, hogy nem génmódosítanak, legalábbis itt a Földnek ezen a felén, hanem inkább megpróbálják megtalálni azokat a fajtákat, amik jobban bírják ezeket a körülményeket. Így van, régen is voltak úgynevezett tájfajták, hogy adott tájegységre jellemző barack, illetve körtefajták, amiket érdemes volt mindenkinek termeszteni, mert abban a mondjuk hegyes-völgyes területen az a 2-3 fajta, az sokkal biztosabban termett, nem fagyott el, nem hajtott ki túl korán, nem volt érzékeny a gombabetegségekre, ezért inkább azokat ültették házi kertben. Aztán ugye jött a nagy marketinggel, bejöttek a külföldi fajták, több virág csomagküldő cég, kertészet megnyílt, lehetősége nyílt az embereknek arra, hogy a világ más tájairól származó fajtákhoz is hozzájussanak. Ekkor mindenki jól bevásárolt ebből, egy ideig működtek is, aztán most, hogy az időjárás egy kicsit jelzi, hogy azért itt nem lesz ugyanolyan körülmény a te számodra, mint ami mondjuk a kinemesítésednek a helyén volt, így ez a fajta ez elkezd visszaesni. És a rég elfelejtett tájfajtát pedig elő kell majd venni. Lehet, hogy nem lesz akkora a termése, lehet, hogy nem lesz olyan színes, viszont biztos, hogy lesz. Önöknél mi a helyzet most a fűvészkertben? Ott ugye nagyon vigyáznak a növénytársulásokra, az ökoszisztéma fennmaradására. Nehezebb fenntartani mostanában ezeket a növényeket? Sokkal nehezebb fenntartani, és sokkal költségesebb. Ugye eddig nyáron, amikor esett az eső, az ember nyírta a füvet, és esetleg gyomlálgatott. Most azt vettük észre, hogy ugyan például a gombabetegségek ellen sokkal kevesebbet kell védekezni, mert ugyanek a párás, nedves körülményeket kedvelik. Ez ugye idén elmaradt, így nem kell permeteznünk sem, viszont öntözővízből sokkal nagyobb a felhasználásunk, mint bármikor eddig, és hát elég komoly kárt szenvedne a gyűjtemény, hogyha Budapesten is bevezetnék a vízkorlátozást, mint mások más helyen, mert éjszaka egyszerűen nem tudnám leöntözni a kertet. Tehát itt erre a 3 hektára nekem folyamatosan kell öntöznöm, ahhoz, hogy minden része meg legyen nedvesítve, át legyen nedvesítve. Nézzünk körül egy kicsit a kiskertekben, akár a parkokban is, hogy milyen változást okozhat a felmelegedés. Azt olvastam, hogy a növények valóságos sokkot kapnak az erős UV-sugárzástól. Igaz ez? És hogy emiatt például a mána vagy a ribizli termesztéséről is lassan lemondhatunk, mert hogy nem bírják ezt a forró száraz klímát. Hát vagy lemondhatunk róluk, vagy hát ha sikerül találni olyan fajtát, ami majd bírja, akkor arra fogunk elmenni, vagy pedig át kell helyezni a termesztést olyan területekre, akár magasabb hegyoldalakra, ahol még most is hűvösebb van, illetve netán több a csapadék. Én úgy gondolom, hogy házi kertben egy picit könnyebb, mert például mondjuk vegyünk egy balkont. Egy balkonon ugye mindenki megpróbál paradicsomot termeszteni. Egész eddig arról beszéltünk mindig, hogy a paradicsomnak tűző nap kell, mert ott fog szépen teremni, nőni, nem nyurgul meg, szépen pirosodik, és egészséges lesz a növény. Igen, ám, de most már olyan erősen tűz a nap, hogy a házfalról visszatükröződő hőség és fény, plusz a balkonra kirakott növény, ami semmi árnyékot nem kap, egyszerűen szénné ég, megfő, és nem tudja olyan gyorsan fölvenni a vizet, amilyen gyorsan elpárologtatja. Ezáltal a balkonon az embernek akár egy, ha zárt balkon, akkor reluxával, vagy bambuszfonattal, vagy rasselhálóval, valamivel árnyékolni kell, vagy napernyővel akár.
Kiültetett ágyásokba, veteményesbe ugyanez a rasalháros árnyékolás ez működhet, és akkor egy kicsit vissza tudjuk venni a hőséget. Viszont reggel és este is öntöznünk kell, nem csak reggel vagy este. Mert az, hogy nem esik az eső, az egy dolog, de mostanában még mellé fújt a szél is, és olyan mértékben szárította a talajt, hogy egyszerűen 5 percig öntözöm, már tócsa van a tetején, viszont hogyha lenyomok egy ásót, akkor kb. 1 centi nedvesedik csak át. Tehát egyszerűen nem megy le a víz a talajba, olyan száraz. Akkor itt az öntözés és az árnyékolás, mondhatjuk, hogy a két fő vonal, hogyha mi a saját kertünkben, vagy esetleg a balkonunkon már akarjuk védeni a növényeket? Így van, csak ugye ne felejtsük el, hogy több településen vízkorlátozás volt az elmúlt időkben, sőt még lehet, hogy van is, és egyszerűen hiába szeretnének az emberek öntözni, akinek nincs kutya, az nem fog tudni öntözni. Akinek pedig kutya van, abban sem biztos, hogy lesz mindig víz. Tehát mindenáron el kell menni olyan irányba, hogy a kiültetett fajta az bírja az adott körülményeket, különben fenntarthatatlan lesz a termesztés. Akkor mondhatjuk azt, hogy otthon a kertben is, már akinek van, már eleve úgy kéne válogatnia a veteményest, vagy bármilyen dísznövényeket is, hogy bírja a forróságot, mert hogy akkor kb. Esélye sincsen a hagyományos fajtáknak? Így van. Tehát például akinek nincs öntözőrendszere, az mindenképpen a szárazságtűrő gyep variációkból válasszon, vagy pedig engedje el ezt az egész pázsit kérdést, úgyis a legdrágább és a legnehezebben fenntartható dolog egy kertben, hanem hagyja, hogy a helyi körülményekhez jól alkalmazkodó, pitypang, százszor szép tarasz, stb. Nője be a kertjét, és azt nyírja és tartsa karban. Sőt, ha éppen valami jól néz ki, akkor azt hagyja meg egy rövid ideig virágosan, arra vigyázzon, hogy mag szárba ne nagyon menjen, mert akkor ugye a virágágyakba beviszi a magot, és akkor gyomlálni kell. Amúgy is egyébként az utóbbi időkben a méhekre is figyelnünk kellene, úgyhogy egyáltalán nem baj, hogyha egy kicsi vadvirágot hagyunk a kertben, vagy mézelő növényt hagyunk a kertben virágozni. Éppen ezt kérdeztem volna, hogy akkor milyen alternatívákat javasol. Maradjon akkor vadvirágos, pitypangos a kert, a fű helyett, vagy mi az, amit vethetünk? Egy-két példát mondanám? Hát nagyon sok helyen például a szőlő sor közbe árpát szoktak vetni, azért, mert egyrészt megfogja a talajt, másrészt árnyékol is egy kicsit, és nem hagyja fölgyomosodni a sor közt, így gyakorlatilag spórol az ember azzal, hogy ott most kaszálni, meg szántani, meg kapálni kelljen. De házi kertben én édesapámat is mindig arra motiválom, hogy hagyja a fenébe ezt a mindenhova mindig pázsitot vetek, vegye meg a szárazságtűrő sportkeveréket, azzal szórja be, az azért sportkeverék, mert abba nem csak fű van, hanem van más egyéb növénynek a magja is, és fogadja el, hogy ez egy ilyen kis virágos, zöldes rét lesz, ne akarjon pázsitot. Ugyanakkor nagyon sok helyen látom, hogy az emberek úgy engedik el ezt a pázsit kérdést, hogy műfüvet tesznek le. Ez meg egy nagyon-nagyon, hát én nekem érzékeny kérdés, én tudom, hogy nekik nem. Nekem érzékeny kérdés, mert ugye, ha valaki kimegy kertesházba, akkor az vállalja az ezzel járó nehézségeket is, továbbá nem tudom, hogy meddig fogják ezt az önkormányzatok egyébként tűrni, hogy megvan adva, ugye, hogy mennyi a beépíthetőség és mennyi zöld felületet kell meghagyni. Na most a zöld felület az nem színre zöld kéne legyen, hanem növényes, mert ugye oxigént kéne termelni, meg levegőt kéne tisztítani azoknak a növényeknek. Akkor mondjunk le a műfűről, és hát a hagyományos golfpázsitról is, viszont vigyázzunk a növényeinkre, és óvjuk őket az erős napsugárzástól, és locsolgassuk őket, hát nagyjából így foglalhatnám össze a tanácsokat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.